oldjuk meg a 9-es, 10-es és 11-es feladatokat. Nézzük a 9-est, integrál ilx plusz 1 szorozva ilx plusz 2 dx. Azt mondja, hogy hát az ilx-ről az az, amit mindig szoktak tudni a diákok, hogy ilx-nek a deriváltja az önmaga, ezt nagyon szeretjük, ezt a függvényt. Igen ám, de itt nem az áll szorzó tényezőként, hogy ilx, hanem ilx plusz 1. Tehát morfondírozhatunk azon, hogy de jó lenne, ha az ott az a plusz 1 az nem lenne ott, de ne így, kérem vissza az egyesemet, úgy bizony, tehát ne így tüntessük el az egyest, hanem nézzük meg, hogy az mit jelent. Az ilx plusz 1-et úgy is fel lehet írni, hogy az ilx szorozva i az elsőnél, azonos alapú hatványnál tudjuk, hogy a kitevők összeadódnak, hát most ezt visszafelé alkalmaztuk. Tehát felírhatjuk azt, hogy integrál i az x-szer i az elsőn, szorozva a maradék i az x plusz 2 dx. És akkor azt kellene észrevennünk, hogy ez az i az elsőn, ez egy konstans. A konstans pedig a kiemelhetőségi szabály révén kiemelhető az integrálja elé, tehát ez nem más, mint i-szer. Integrál ilx szorozva ilx plusz 2 dx. Most már mondhatjuk azt, hogy a zárójeles kifejezésnek a deriváltja az tényleg az ilx, alkalmazva akkor a szabályt, ilx plusz 2 a négyzeten, hozzáadtam az 1-hez 1-et, így lett belőle 2, és osztom is 2-vel, tehát ilx plusz 2 a négyzeten, 2 plusz c lesz a helyes megoldás. Oké. Nézzük a 10-es feladatot, integrál 1 per 2x minusz 3 a negyediken. Talán már eljutottunk odáig, hogyha a korábbi videókat is megnéztük, hogy a 2x minusz 3-nál azonnal felütött bennünk a gondolat, hogy az bizony nem más, mint ax plusz b alatt. Igen ám, de ez egy törtnek a nevezőjében van. Hát ez nem gond. A azonosságuk, hatványazonosságnál alkalmazhatjuk azt az azonosságot, amikor fölvisszük a nevezőkből, úgymond a számlálóba a tényezőt, ilyenkor mínusz egyszeresére változik a kitevő. Tehát zárójelben azt a kifejezés, hogy 2x mínusz 3 fölcserkészünk a számlálóba, és a 4-esből így mínusz 4-es lesz. És akkor így már ax plusz b az n-ediken alakkal találkozunk, amit könnyedén tudunk az első speciális alakú integrandus szabályával megoldani. Lemásoljuk a belső függvényt, 2x minusz 3, és figyelem, egyen növelem a kitevő, tehát a mínusz 4-ből így mínusz 3 lesz, ezzel a mínusz 3-mal osztunk is, és még megszorozzuk a nevezőt egy 2-essel, mert a belső függvénynek a 2x minusz 3-nakban az x-nek az együtthatója az 2. Picit rendezzük, ott a nevezőből azt a mínuszt vigyük ki a tört elé, mínusz 2x mínusz 3 mínusz 3 per 6 plusz c lesz a helyes megoldás. Nézzük a 11-est, az nagyon-nagyon hasonlít erre az előzőre. Én azt kérem a kedves videónézőtől, hogy állítsa meg a videót és próbálja megoldani önállóan. Nagyon hasonló a szerkezete, a gyökeret azt tüntessük el szintén egy azonosság révén, tehát legyen belőle valami az 1/2-en. A nevezőből vigyük föl a számlálóba a tényezőt, és utána pedig alkalmazzuk a megfelelő speciális alapú integrandus szabályát. Tehát most állítsuk meg és oldjuk meg önállóan, utána pedig élvezzük a sikert, hogyha ugyanaz jön ki, mint nekem. No, akkor már meg is van. Tehát első lépésben a nevezőt átírtam úgy, hogy 2 mínusz 5x az 1/2-en. Ezt vigyük föl a számlálóba, akkor integrál 2 mínusz 5x a mínusz 1/2-en, és alkalmazva a szabály, 2 mínusz 5x az 1/2-en, hiszen mínusz 1-hez hozzáadok egy egészet az 1/2-en, majd osztok is ezzel az 1/2-eddel, és a nevezőben még szorzok az x-es tag együtthatójával, az pedig mínusz 5. Egy picit rendezve, azt mondja, nevezőben van ott egy mínusz 5/2, akkor ha ezt rendezem, akkor mínusz 2 5-öddel szorzok, tehát leírom, hogy mínusz 2 5-ön, gyök alatt 2 mínusz 5x plusz c lesz a helyes megoldás.